A címa a képek és a dolgok, ami ugye nyilvánvalóan egy Michel Foucault parafrázis, a szavak és a dolgoknak a egy verziója. Erre utal az előadás alcíme és a vizuális kultúra archeológiája, ahol nem a régészetre kell gondolni, hanem a Foucault-i értelemben vett archeológiára. A vizuális kultúránál pedig a Visual Cultural Studies-ra kell gondolni, de persze ez is egyfajta szójáték, mert amikor indult valamikor a 80-as évek végén ez az új disziplina, akkor szimplán csak visual culture-ként nevezték el magukat. Majd később ez problémaképpen fölmerült, hogy nem hívhatunk úgy egy disziplinát, ahogy a disziplina tárgyát is hívjuk, hiszen a Visual Culture Studies tárgya az a vizuális kultúra lenne. Aha. És akkor a képek és a dolgok, én a rövid kis előadás összefoglalómban adtam egy apropót, hogy a Visual Culture Studies egyik legismertebb képviselője, a chicagói WGT Mitchell, amikor Magyarországon járt valamikor 4 éve a Szegedi Egyetem által gondozott tanulmányok ötletének a megjelenésekor, készítettek vele egy interjút, és akkor megkérdezték tőle, hogy mi foglalkoztatja mostanában, hogy mi jön a képi fordulat után, és azt mondta némiképp enigmatikusan, hogy most jön majd a dologi fordulat. Úgyhogy én is az előadásomban, ha lesz egy íve, akkor a képektől szeretnék eljutni a dolgokig, és a képekkel kezdeném, pontosabban azzal, hogy miként is jött létre a Visual Culture Studies, vagy milyen fontosabb pontokat lehetne kiemelni ebből a történetből, ami persze egy rendkívül gazdag történet, és minden ilyen vázlat legalább annyira szól magáról a történetről, mint a történet mesélőjéről. Mindenesetre valahogy minden történetet cselekményesíteni kell, úgyhogy az én történetem most a képektől indul, és a dolgok felé tart. Ugye a képek és a vizuális kultúra újabb elméletei kapcsán az itt látható pontokat emeltem ki. A történet kezdete kapcsán tulajdonképpen konszenzus van, tehát mindenki, aki ennek az új disziplinának a genealógiájáról vagy eredet történetéről ír, ki szokta emelni a Hal Foster által szervezett kis minikonferenciát, amely később kis könyv formájában is megjelent, a Vision and Visuality-t. Majd pedig a Michael and Holly által szervezett Visual Culture konferenciát, amely Rochesterben zajlott, és Rochester a Visual Culture Studies intézményesülése szempontjából is egy fontos város, hiszen itt jött létre az első Visual Culture szak, mondhatnánk. Majd, amit szintén kiemelnek, Mitchellnek a Pictorial Turn-je, a képi fordulat, amely magyar nyelven is olvasható, két fordításban is, és
az első fontosabb, nem, tehát az első komolyabb readert a Mirzoev szerkesztette, és a végére betettem még egy readert, ami azt is jelezné egyúttal, hogy Mirzoev első olvasókönyvétől kezdődően számtalan visual culture reader megjelent már az elmúlt 11 néhány évben. Amiért kiemeltem a Mangani féle readert, az azért történt, mert ez már egy 2000 oldalas könyv, tehát 3x580, vagyis rengeteg szöveggel dolgoznak. És a dolgok, itt tulajdonképpen onnan indulnak a dolgok, hogy a Visual Culture Studies gyakorlatilag születése óta állandó viták tárgya. A legelső ilyen vita volt a híres amerikai október folyóirat által készített, összeállított, kiküldött kérdőív, amelyben a szakma zömében amerikai jeles képviselőit kérték föl arra, hogy reagáljanak erre az új disziplinára, és a szakma, pontosabban a szakmák, mert hogy nem csak művészettörténészeket kértek föl, hanem filmelméletészeket, kultúratudósokat, történészeket is, és általában mindenki fenntartásokkal fogadta ennek az új disziplinának a grundolását. Egy másik ilyen fontos pont Mikebának egy tanulmánya, amely gyakorlatilag egy Nicholas Mirzoev kritikából kiindulva fejtegeti azt, hogy mi is a probléma a Visual Culture Studies-zal. A címében tulajdonképpen már mind a két Mikebál által jelzett probléma látható. Az egyik az, hogy Bál szerint a disziplina nem definiálta tisztességesen, hogy mi is az ő tárgya, mégpedig mi lenne az ő specifikus tárgya, amely legitimálná azt, hogy itt egy új disziplina van. A másik pedig már a dolgok felé mutat, a kultúra deterritorializációja, ami pedig egy Gilles Deleuze-től eredő fogalom, vagy ha tetszik, elmélet, és Bál azt veti Mirzoev és a Visual Culture Studies képviselőinek a szemére, hogy kitüntetett szerepet szánnak a képeknek, a képiségnek, illetve a kép elmélet írásának, amellyel ismét csak egyfajta szegregációt visznek be a kultúra elméletbe, mert elsősorban képekről beszélnek, a képek felől értelmezik a kultúrát, és ez lehatárol, behatárol, territorializál, amely Deleuze és Bál szerint nem egy üdvös tevékenység. Mert hogy anno Mitchell, amikor a képi fordulatról írt, illetve megkísérelt egyfajta képelméletet összerakni, akkor az volt a célja, hogy a képek kapjanak végre egy mondjuk úgy saját elméletet, mert ő azt vette észre, mármint a Mitchell, hogy a képeknek valójában nincsen elmélete, hanem mindenféle irodalmi, történelmi, ideológiai szövegek mentén
értelmeződnek a képek, és Mitchell nem is annyira megalkotott egy képelm életet, mint inkább arra volt kíváncsi, hogy össze lehet-e egyáltalán rakni egy képelm életet. Aztán jött az én történetemben Elkins, és az ő szkeptikus bevezetője immáron a Visual Studies-hoz. Elkins szintén chicagói, de Mitchelltől eltérően ő nem egy irodalmi, filozófiai környezetből jön, hanem konkrétan festőként végzett, és a chicagói, mondjuk úgy képzőművészeti egyetemen tanít. És Elkinsnek már az volt a problémája, hogy ő szerinte túlságosan egyszerűvé váltak a mindenféle Visual Culture Studies igézetében fogant értelmezések, mert hogy mindenki ugyanazzal az elméleti készlettel dolgozik, tehát előre lehet ejteni, hogy lesz egy kis Walter Benjamin, bejön majd egy kis Michel, Foucault, Lacan, Laura Mulvey, és úgy gondolta Elkins, hogy ez így túlságosan egyszerű, és valójában még mindig arról van szó, hogy jön valamilyen elméleti input, és az ütköztetve van jobb esetben valamilyen képi produkcióval. Majd nem függetlenül, és itt térnék rá a dolgokra, vagy hogy mit is értek én dolgok alatt. Tehát a történet maga aztán úgy alakul, hogy mind Mirzoeff, mind Mitchell a maga pályáján elmozdult a képektől, mondjuk úgy a dolgok felé, vagy mondjuk úgy a valóság felé, bár itt a valóság nyilván rendkívül problematikus kifejezés. Konkrétan az történt, hogy Mirzoeff a pályája kezdetén a test elméleteivel foglalkozott viszonylag elvontan, majd jött 2001 és az Irak elleni amerikai háború, vagy másként a terrorizmus elleni háború, és Mirzoeff elmozdult e felé a valóság felé, tehát az aktuális szociopolitikai valóság felé, és immáron arról írt könyvet, hogy nyilván posztkolonialista kiinduló pontból, hogy miként láttatja a média, illetve az akadémia egy része is az Irak elleni háborút. Itt is tulajdonképpen a cím a Watching Babylon vagy Babylon önmagáért beszél, de itt most tulajdonképpen részletekbe nem mennék bele, de nyilván a kelet-nyugat konfliktusról van szó, illetve arról, hogy ki mikor, kit kolonializál, és ezt milyen célokból teszi. Mitchell is tulajdonképpen átnyergelt, zsurnaliszta kifejezéssel élve a képek elvont elméletéről a terrorizmus elleni háború valóságára, ahol ő egy enigmatikus címet választott, a Cloning Terrort,
ami két Mitchell számára kedves issút vont össze. Az egyik az nyilvánvalóan a terrorizmus, a másik pedig a klónozás kérdése, amely az Egyesült Államokban sokkal komolyabb port vert föl, és sokkal komolyabb viták tárgya volt, mint sem nálunk. És véget ettől Mirzoev újabb könyve, pedig a The Right to Look címet kapta, amely pedig egy Derrida idézet, vagy egy Derrida parafrázis, és itt ugye a nézéshez való jogról van szó, szintén egyrészről posztkolonialista kontextusban, másrészt viszont Foucault-i kontextusban is. A kettő persze nem független egymástól, és valójában erről is szeretnék beszélni, hogy mindaz, amit most itt viszonylag gyorsan ledaráltam, viszonylag sok névvel, vajon miképpen lehet visszafejteni ezt az egész disziplina történetet, ami egyúttal a nézés története is, egyúttal az értelmezés története is, hiszen egyrészt, hogyha Foucault-ra gondolunk, akkor az mindig valahol nyelvi kérdés, hogy mi az, ami egy adott korban leírható, és mi az, ami láttatható. A legalsó pont az pedig Elkinsnek egy könyve, ahol már még ha ironikus módon is, de elbúcsúzik a Visual Studies-tól. Szóval a vizuális kultúra archeológiájáról. Én ezeket a fontosabb pontokat tudnám kiemelni, hogyha arról kell beszélni, hogy mit is jelent a Visual Cultural Studies elmélete, nézőpontja. És ugye ez a társaság, tehát Lacan, Debord, Derrida, Foucault egy meglehetősen heterogén társaság. Én mégis megkockáztatnám azt, hogy lehet beszélni a Visual Cultural Studies-ról lényegében két fogalom mentén. Az egyik az a tekintet lenne, illetőleg angolul gaze, franciául regard, a másik pedig a spektákulum, ez ugye kb. Így hangzik angolul, franciául és latinul is. Viszont ha elkezdek beszélni erről a két fogalomról, akkor lényegében én már úgy beszélek, sőt a Visual Cultural Studies elmélet íróinak többsége is úgy beszél, hogy a beszéde magában foglalja a dekonstrukció és a Foucault-i archeológia tapasztalatait, szemléletét. Először Foucault, illetve a mondható és a látható kérdése, amivel tulajdonképpen a Visual Cultural Studies létjogosultságát
szeretnék, és szeretném én is igazolni, mert túl azon, hogy képekről beszélünk, vagy képeket alkotunk, és képeket értelmezünk, a nyelv az kitüntetett szerepet játszik, és itt nyilván nem a beszélt nyelvre gondolok, hanem a nyelvre, mint amelyen gondolkodunk, és amellyel definiálunk, meghatározunk dolgokat. Ilyen értelemben az egész sztori kiinduló pontja az Michel Foucault, aki elsőként masszívan a klinikai orvoslás története című könyvében fejtette ki azt, hogy a láthatót, a láttathatót mennyire határozza meg maga a nyelv. Később pedig Kittler is Foucault-tól indult el, amikor megkísérelte megírni úgymond az optikai médiumok archeológiáját. Bizonyos értelemben Rancière is, korunk egyik sztár filozófusa, Foucault-tól indult el, egészen konkrétan a mondhatótól és a láthatótól, amit ő átfogalmazott érzékelhető, értelmezhetőre, vagyis itt ugye ő franciául ez a partage de sensible, az érzékelhető felosztása, vagyis hogy ki, mikor, milyen nyelven beszélhet bizonyos dolgokról, legyen szó akár képalkotásról, akár politikai tevékenységről, akár jogi aktusokról. Rancière, és itt már nem a Visual Culture Studies vizein hajózok, de úgy gondolom, hogyha a képekről és a dolgokról van szó, akkor egyúttal, mint ahogy ezt valahogy már megpróbáltam fölvezetni, esztétikáról és politikáról is szó van egyúttal, és hogyha ezt a felosztást alkalmazzuk, akkor Rancière megkerülhetetlennek tűnik, már csak azért is, mert ezzel a kis könyvecskéjével, ami magyarul is olvasható, csak éppen nem kapta meg ezt a beszédes Alfredo Zsártól kölcsönzött címlapot, csak egy ilyen sima fehér címlappal jelent meg a műcsarnok gondozásában. Na szóval, amikor Rancière képekről beszél, akkor egyrészt esztétikáról beszél, és politikáról, másrészt megpróbálja ezt a bevett felosztást újraírni, vagy újra gondolni, vagy ha tetszik, akkor deterritorializálni, mert ő is Deleuze-re megy vissza, amellett, hogy nagyon sokat tanult Foucault-tól is. Szintén nem kifejezetten Visual Culture Studies, sőt, kifejezetten nem, hiszen Krauss Helfosterrel együtt az egyik szerkesztője volt a Visual Culture Questionnaire-nek, és az egyik elméleti író volt, aki komolyan támadta
Israel Cultural Studies lét jogosultságát, és amit ő és Foster a Visual Cultural Studies elmélet íróinak szemére vetett, azt egyetlen kifejezéssel szemléltetni lehet. Ők azt állították, hogy a Visual Cultural Studies csupán csak testetlen képekről ír. Tehát disembodied imagesről, ami, mint ahogy látható volt, az elejére a történetnek még csak-csak igaz lehet, viszont később Mitchell és Mirzoeff is kifejezetten a politikai valóság kontextusában kezdett el képekről írni, pontosabban képhasználatról írni. Amiért számomra Krauss most itt ezen túl is érdekes, az a médium kérdése, ahol szintén a dolgok felé szeretnék tartani, a képektől a dolgok felé, hiszen a médium, illetve a médium diszkurzíválása arról szól, hogy milyen hordozón jelenik meg maga a kép. Tehát filmről van szó, 35 mm-es filmről van szó, vagy 8 mm-es filmről van szó, színes vagy nem színes, hangos, nem hangos, stb. És Krauss is, és amúgy Ranciere is, a mai kortárs innovatív képzőművészet jelenét és jövőjét a médiumban, pontosabban a specifikus médiumban látja, ami újabb történeteket nyit meg, amely történetek ráadásul Krauss-nál és Ranciere-nél is eltérőek. Krauss Clement Greenbergre megy vissza, amikor a médiumról ír, illetve amikor Marcel Broadhurst kapcsán a post-medium conditionről ír. Ranciere pedig amúgy különösebben nem is kedveli a médium kifejezést, mivel hogy nem igazán tudja, miképpen lehetne definiálni egy médiumot. Tehát például egy adott fénykép esetében mi is lenne a médium, maga az a hordozó, amelyen látjuk kiállítási helyzetbe, vagy pedig egy másik kifejezést behozva a képbe, a médium az az apparátus lenne, amely jel létrejött a kép. Tehát ezek Ranciere problémái. Krausznak is vannak problémái a médiummal, mint kifejezéssel, de az ő problémái egy picit más jellegűek, és egyrészt kapcsolódnak ahhoz a valamihez, amelyet vagy digitális kornak hívunk, vagy posztfotografikus kornak hívunk, és amely arra késztet, vagy késztethet bennünket, hogy a médiumon keresztül gondoljuk újra azt, hogy egy kép mit is jelent. Tehát a történet ma már messze nem olyan egyszerű, mint mondjuk Greenberg esetében volt, ahol ő azt írta elő, hogy ha valaki festő, akkor tessen szíves lenni a festészet médiumán belül innovatívan megoldani a problémákat, és más médiumot ne keverjünk bele a sztoriba. Mert hogy Greenberg kifejezetten nem bírta a pop-ártot, és a
Poppárt, illetve a Fluxus idején formálódó, elinduló, mondjuk úgy multimediális szemléletet, amely aztán később az installációkon át egészen napjainkig nyúlik. Krausznak is komoly problémái vannak az installációs művészettel is, de sok minden mással is. Például az egész konceptuális művészeti gyakorlattal, mert Krausz provokatív módon azt állítja, hogy a képzőművészetet Marcel Duchamp tette tönkre, úgymond a pissoárral, amikor a tárgyi síkról el lett emelve a történet egy verbális, teoretikus elméleti síkra, amely aztán Joseph Kossuth környékén kulminált, ahol a művészet mondjuk úgy filozófiává vált, és elvesztette, mondja ezt Krausz, éppen a lényegét, a tárgyiságát, a dologiságát. Ez persze csak Krausz interpretációja, nyilván sok mindenki sokféleképpen gondolja ezt. Az a helyzet, hogy még mindig csak a bevezetőmnél tartok, úgyhogy kicsit föl fogom pörgetni a dolgokat. Jeff Wall, tehát a Krausz amúgy azt mondja Dióhéjban, hogy a képzőművészet akkor lehet innovatív, hogyha nem a régi médiumokat használja, hanem újakat próbál feltalálni, az inventing kifejezést használja. És az egyik ilyen kedves példája az James Coleman, aki a Krausz értelmezésében a slideshow-t, mint médiumot találta föl, pontosabban egy audio narrációval kísért slideshow-t, egy vetítést, amely egyfajta fotonovellának tekinthető, és itt Krausz is Chris Markernek a nagyon ismert Le Jetéjét idézi, illetve abból indul ki ő szerinte Coleman, aki valahol a meglévő médiumok között létre tudott hozni egy új médiumot. De ez önmagában nem elég, mert hogy van, aki azt gondolja, sok mindenki, hogy Jeff Wall is valami hasonlót tett, amikor a... Hát ő ugye Transparency-nek hívja a munkáit, de lényegében egyfajta lightboxról van szó, amelyet mondjuk úgy a Grand Art kontextusba ő emelt be. Viszont Krausz azt gondolja, hogy Jeff Wall munkássága nem annyira a mediális invencióról szól, sokkal inkább a képi invencióról, amelyről viszont Krausz azt gondolja, hogy Jeff Wall képi invenciója valójában csupán pasztis, tehát azzal, hogy a festészetet átteszi egy fotografikus hordozóra, vagy a
fotó édiumára valójában igazából csak megismétli a történeteket. És persze rendkívül erősen épít Wall a méretre, illetve a látványra, mondjuk úgy spektakuláris műveket hoz létre. És jó sok malíciával Krauss Masoniét hozza föl példaként vagy előképként, nem pedig Góját vagy másokat, aki ugye egy akadémikus művész volt, és abszolút nem szokták Masoniét avantgárd kontextusban tárgyalni. Spektákulum Guy Debord azért is tettem ide, mert a spektákulum lenne az egyik olyan csomópont a Visual Culture Studies-on belül, amely állandóan vissza és visszatér. Ranciere is, ha tetszik, Guy Debordtól indul el, amikor tűrhetetlen, illetve tűnődő vagy gondolkodó képekről beszél a képalkotás kapcsán. Debord pedig szintén egy nagyon gazdag és mély történetet nyit meg. Debordnak a recepciója, illetve a karrierje. Nyilván itt egy nagyon erősen baloldali sztoriról van szó, és nyilván kultúra kritikáról, illetve látszólag kép kritikáról, de ugye a spektákulum az nem szimplán egy kép, ahogy Debord mondja többször, többféleképpen, nem is pusztán képek összessége, hanem a spektákulum valójában a társadalmi viszonylataink, hierarchiáink, nexusaink összessége, amelyet képek által közvetítünk. Többen próbálták föltárni azt, hogy Debord mire is gondolt, amikor spektákulumról írt, mert ez abszolút nem egyértelmű, mert van, amikor a társadalmi viszonyaink összességéről ír, van, amikor pedig arról ír, hogy a spektákulum valójában a tőke a koncentrációnak olyan magas fokán, amikor mintegy a tőke válik képé, vagyis spektákulummá, és a kifejezések, fogalmak közti zavar, átjárhatóság az nem csak az én bűnöm, tehát nem arról van szó, hogy én nem tudom elég világosan elmondani, hogy mi a helyzet, hanem arról van szó, hogy Debord maga sem teljesen világos. Az egyik szerző, aki megkísérelte föltárni azt, hogy Debord mire is gondolt, az Jonathan Crary volt, aki Debordnak egy ilyen kis odavetett megjegyzésétől indult el, ami csupán csak annyi volt, hogy a spektákulum társadalma immáron 40 éves. És akkor Crary megnézte, hogy mi is történt 67
előtt 40 évvel, és az itt látható dolgokat találta, de nem egyértelmű, hogy ezek közül melyik mennyire inspirálta Döbort. Amit most kiemelnék, az, hogy a spektákulum tehát nem képek együttese, még akkor, tehát nem szimplán képekről van szó, bár én is, amikor a Jeff Walder Troops-át vetítettem, akkor azt mondtam, hogy ez egy spektakuláris kép, vagyis egy látványos kép, de Döbor ennél sokkal komplexebben gondolt a spektákulumra. Ami viszont Döborból egy picit hiányzik, az a spektákulumhoz viszonyítva a néző helyének a megtalálása, amelyről ő ugyan többször írt, de általában azt állítja, hogy a spektákulum legnagyobb bűne az, hogy a szubjektumot passzivitásra kárhoztatja, vagyis hogy szimpla szemlélésre és befogadásra. És így megvonja tőle az aktivitás a dolgok megváltoztatásának, az agenciának a lehetőségét, amelyet ő és a szituacionisták megpróbáltak úgymond visszacsempészni a kultúrába, több-kevesebb, inkább kevesebb sikerrel. A másik fontos fogalom, diskurzus, elmélet csoport, az ugye a tekintet körül csomósodna. Itt is összeszedtem, hogy körülbelül hogy nézne ki a történet addig, hogy a tekintet, illetve a géz eljutott a Visual Culture Studies-ig, de itt az egyes pontokat már nem venném végig. Ez ugye a híres lacani diagram, amely többeket is arra inspirált, hogy ezt a három diagramot konkrét képekre, fényképekre, festményekre, képi produkcióra rávetítsék, vagy képekkel, képtermeléssel összeolvassák Lacan elméletét, ami amúgy nem egy kép elmélet, hanem egy szubjektum elmélet. Viszont a Lacan által használt kifejezések, illetve az ábra maga is lehetővé teszi azt, hogy ezt képelméletként is olvassuk, de ez képelméletként, szimpla képelméletként épp olyan problematikus lesz, minthogyha Döbor elméletét szimpla kép elméletnek tekintjük. Mert ugye Lacannál a tekintet az valójában átfordul, vagyis nem a hétköznapi tekintetről van szó, amely a szubjektumtól indul el és az objektumra irányul, hanem éppen fordítva egy olyan testetlen, lokalizálhatatlan tekintetről van szó, amelynek a szubjektum, én vagy mi, a tárgyai vagyunk, és amely ránk irányul,
gyakorlatilag a mások tekintetéről van szó, de ez ugye Lacannál nem csak kisbetűvel van, amikor egy konkrét másik ember tekintetéről van szó, hanem nagybetűvel is van, amikor mindarról a tekintetről van szó, amelyben létezünk, és amely számára magunkat összerakjuk. Lacan már csak azért, tehát hogy a lacani elmélet nyilván nem kép elmélet, de hogyha képekről beszél, akkor is rendkívül enigmatikusan teszi ezt. A híres példája ez a festmény, amelyet most nem fogok részletesen sem Lacan, sem másfelől értelmezni, mert végig kellene pörgetnem, amit meg szerettem volna mutatni. Ugye, ami egy érdekes fordulat, az az, hogy Lacan elmélete az valójában a nemiség, illetve a társadalmi nemi szerepek szempontjából egy semleges elmélet, vagyis Lacan szubjektumánál nem számít, hogy férfi-e vagy nő-e az adott szubjektum. A lacani elmélet ilyen szempontból nem specifikus. Viszont a feminista kritika átértelmezte a lacani elméletet, amely persze, mint ahogy ő szokta volt sokszor elmondani, nincs lacani elmélet, mert ő csak Freudot olvassa, nézi újra. A feminista kritikai elmélet pedig Lacant olvasta, nézte újra, és Laura Mulvey híres tanulmányától kezdődően bevezette a férfi tekintet diskurzusát, amellyel aztán a későbbiekben az történt, hogy amikor már arról kezdtek el értekezni, hogy van-e női nézőség, akkor viszonylag gyorsan eljutottak oda, hogy a nagyon erős bipoláris Mulvey-féle kezdeti elmélet feloldódott, és nem mondom azt, hogy az lett a vége, de végül is dekonstruálódott ez a nagyon igorú kettőség, amely onnan indult, hogy a férfi az aktív, és a nő pedig a passzív szereplő a történetben, mert hogy a nő csupán csak a tekintet tárgya lehet. De mindez a szemlélet beépült a képi produkcióba is. Ennek ugye a klasszikus esete Cindy Sherman pályája, aki, ha tetszik, akkor a férfi tekintet Mulvey féle kezdeti elméletével tulajdonképpen szinte egy időben szintén a hollywoodi filmektől inspirálva kezdte az Untitled Film stilleket csinálni, ahol ugye a nő mint kép entitással játszott el, majd ugye a pálya gyönyörű
ívet ír le, amely, ahogy mondani szokták, önálló előadás témája lehetne. Tehát gyönyörű ívet ír le, ahogy a kezdeti fekete-fehér kisméretű képektől eljutott ezeknek a képeknek, vagy ennek a bizonyos férfi tekintetnek, illetve a férfi tekintet tárgyának a dekonstruálásához, ahol persze újabb diskurzusokat, kifejezéseket kellene bevonni a képbe. Az egyik ilyen a krisztevai objekció vagy objekt elmélete, amely szintén egy Lacantól elinduló elmélet, de most nem fogok tudni ennek sem a mélyére jutni. Itt ugye azt látjuk, amikor a, mondjuk úgy, a női test dekonstrukciójától eljutott a nőképnek a történeti festészeti allúziókon keresztül történő dekonstruálásáig, vagy lebontásáig, vagy újragondolásáig, vagy újraépítéséig, mert itt ugye mindig hangsúlyos az is, hogy maga Sherman ezeket a képeket mintegy felépíti a valóságban is, és szintén, bár ez közhely, de el kell mondani, hogy mindig magával dolgozik, tehát a saját testével, vagy ha tetszik, a saját szubjektumával is, ami persze egy nagyon izgalmas egyenlőségjel, mert hogy rendkívül problematikus, hogy mennyiben lehet a testet és a szubjektumot behelyettesíteni egymással. Ez volt ugye a legkeményebb horror pornó képeknek a korszaka, amikkel úgy nagyjából ez a női testes, férfi tekintetes, a nő mint spektákulum, a férfi mint néző történet le is zárult. Itt hoztam egy másik példát a tekintetre, vagyis hogy miképpen lehet létjogosultsága a tekintet bármiféle elméletének a képző művészetben. Ez ugye nem írtam ki, Andres Serrano. Itt amikor Serrano-ról írnak, akkor nem a férfi tekintet lakani mölvéi diskurzusát alkalmazzák, hanem a Michel Foucault-féle orvosi tekintetet. Miközben itt is nagyon erőteljesek a klasszikus festészeti allúziók, illetve az azokkal történő játék, csak úgy, mint Dijkstra esetében, ahol ugye szintén úgy tűnik, mintha csak a szubjektum lenne a kép főszereplője, mint mondjuk Sherman esetében a pálya kezdetén, de egészen más Dijkstra
művészetének a valósághoz való viszonya, hogyha szabad így fogalmazni, mint mondjuk Shermannek, mert hogy Dijkstra kinti helyszíneken dolgozik, és van egy, ha tetszik, intellektuális storyboard, amely ugye arról szól, hogy több éven át fényképezett tengerpartokon nagyjából ott élő tinédzsereket. Ez ugye egy komplex, sok-sok felvételből álló képsorozat. És ugye ezt a példát azért is tettem be, mert amikor Rancière ír a szerinte innovatív képzőművészetről, akkor az egyik példája éppen Dijkstrának ez a felvétele, ahol Rancière úgy gondolja, hogy Dijkstra képes arra, hogy a fotográfia médiumán keresztül az esztétika és a politika határait valamiféleképpen újraírja. Nekem ezzel kapcsolatban kételyeim vannak, de ezeket most nem fejtem ki. Ismét volt, mert hogy úgy gondoltam, hogy Dijkstrától és mondjuk úgy a táblaképként installált, létrehozott fotográfiától egy pillanatra vissza kell térni Jeff Wallhoz, illetve az általa, vagyis hát a tabló műfajához, a mondjuk úgy nagyon egyszerűen a múzeumi kontextusba szánt nagyméretű fényképekhez, és bár nem tudtam, hogy Dezső itt lesz, de ennek a mediális intervenciónak az egyik első, mondjuk úgy, magyarországi példájának Szabó Dezső munkáit szokták tartani. Nem tudom, hogy van-e, aki másként gondolja. Beraktam még egy ilyen történetet, amelyet én úgy gondolok, hogy táblakép fotográfiaként vagy tablóként is értelmezhető egyrészről, másrészről viszont Gerhes esetében is úgy gondolom, hogy nagyon komoly lét jogosultsága van mind a spektákulum mentén történő értelmezésnek, mint pedig a szubjektum elméletek, illetve a lakani tekintet felől történő értelmezésnek, túl azon, hogy Gerhes esetében is nagyon erősek a festészeti allúziók. És tulajdonképpen innentől kezdve inkább már csak kérdéseim vannak, egyfajta vizuális kérdések, hogy például Fabricius Anna háztartási anyatigris képeit vagy képeinek bármelyik darabját lehet-e annak a történetnek a részének tekinteni, amely valahol Laura Mulvey-től és Cindy Shermantől indult el, vagy pedig itt már valami másról van szó, itt már jóval erősebbek a konkrétumok,
avagy a dolgok, avagy az adott szociokulturális valósága jelene az egyes felvételeknek. Én úgy gondolom amúgy, hogy Anna munkáinál lehet beszélni férfi tekintetről, és lehet beszélni a nőről, mint annak tárgyáról, mert hogy ez a kép orozat valahol erre épül, túl azon, hogy az egyes képeknek nyilván megvan a maguk saját története is, amit valószínűleg képvisel az is, hogy mindegyik háztartási anyatigrisnek úgymond van neve, vagyis nem csupán háztartási anyatigrisként jelennek meg, hanem önálló szubjektumként is. Egy másik kérdés, hogy mi a helyzet mondjuk akkor, hogyha a magyar szabványt a spektákulum fogalma felől próbáljuk meg olvasni, tehát mennyiben történik itt meg egy adott hely, egy adott kor, társadalmi viszony rendszerének a leképezése. És mennyiben lépnek túl ezek az egyes felvételek azon a nyilvánvaló ötleten, hogy egy-egy szakma jelenik meg, mégpedig úgy jelenik meg egy-egy szakma, hogy a képző művész beállítja a szakma öt képviselőjét, és velük egyeztetve el vagy sem, egy a szakmára jellemző gesztusban örökíti meg őket. Ugye ennek a csoportképnek is megvan a maga több száz éves története, csak amíg Rembrandt idejében ez egy rendkívül reprezentatív műfaj volt, ahol komoly pénzekbe került az, hogy valaki rajta lehessen Rembrandt festményén, addig ma ez a régi reprezentációs helyzet már nyilván nem áll fönn. Dijkstrát is azért vetítek tőle még egy képet, túl a már sokszor elmondott festészeti kontextuson, hogy mennyiben tekinthetőek a Dijkstra képein szereplő szubjektumok önmaguknak, vagy például ebben az esetben mennyire nyomja el őket mondjuk a Manet-féle reggeli a szabadban asszociáció. Cindy Sherman, hogy per pillanat most hol tart, és egy másik híres orozat Szabó Benke Róberté. Itt ugye azért választottam Annát, mert hogy tőle is vetítettem, de különösen Szabó Benke Róbert más képeihez képest itt is számomra az igazi kérdés a képek és a valóság viszonya lesz,
amely felé egyre inkább tart a mai képzőművészeti praxis egy jó része. Itt valamiféle ellenpontként gondoltam megjeleníteni Szász Lilla munkásságát, ahol ugye a valóság már egészen más szinten lép be a képbe. A történet gondolom ismert, tehát a Szász Lilla több éven át együtt dolgozott három szereplőjével a képeinek, akikről tulajdonképpen nem mondhatnánk már azt sem, hogy szimplán csak szereplők lennének, mert a három év és az együtt töltött idő alatt egy olyan viszony alakult ki, állítólag, tehát én ugye nem voltam ott, amely sokkal mélyebb, mint a klasszikus művész-modell viszony. A valóság ugye úgy gondolom ez esetben is részben a történeten és a kommentáron keresztül lép be a képbe, de már nem csupán a kép a hordozója ennek a valóságnak. És azzal gondoltam zárni a történetet, hogy a Szász Lilla képei kapcsán, konkrétan a Zsolti Mama mennybe megy sorozata kapcsán gondolkoztam el arról, hogy a sokak által sokféleképpen diskurzivált kritikai művészet jelensége valójában miben is állhat, mert mind Rancière, mind Krauss valahol arra futtatja ki a maga kortárs művészet képét, hogy mi az, ami innovatív Kraussnál, és mi az, ami kritikai Rancière-nél. És az elmúlt 20 évben a Visual Culture Studies diskurzusától tulajdonképpen függetlenül felépült egy másik diskurzus is, amelyre többféle név van. Az egyik az az új típusú köztéri művészet, a másik pedig a részvételen alapuló művészet, participatory art. És ugye a részvételen alapuló művészetnek az egyik klasszik példája szokott lenni a Wohen Klausur művészcsoportnak, bár itt a művészt már nem lehetne használni a klasszikus értelemben, tehát a Wohen Klausur csoportnak egy munkája, amely lényegében abban állt, hogy Zürichben összehozták a prostitúció körében érintett embereket, hogy találjanak megoldást arra a problémára, hogy a zürichi prostituáltak egy része nem részesül semmilyen orvosi ellátásban. És ugye ez ugye lehetne egy klasszikus társadalmi aktivista történet is a Wohen Klausur esetében, viszont ez képzőművészetnek van titulálva. És itt gondolhatunk amúgy Kraussra is, és arra is, amit ő Marcel Duchampról mondott,
viszont gondolhatunk arra is, amit Rancière mondott az esztétika és a politika határainak újraírásáról. Ami most a Visual Culture Studies szempontjából fontos, az az, hogy a Wohenklausur tevékenységének a terméke az nem egy kép, hanem, ha tetszik, akkor a termék az a megegyezés, amelynek nyomán létrejött valójában egy olyan otthon, ahol a beteg prostituáltak orvosi ellátásban részesülhetnek. Tehát ez volt a képzőművészeti tevékenység végterméke. És ezt nevezik részvételen alapuló képzőművészetnek többek között. És ugye meg szokták említeni Szász Lilla kapcsán, hogy amit ő folytat képzőművészeti fotográfiai tevékenység, az is valahol a részvételen alapuló művészetnek egy formája, miközben ugye kiállítási helyzetben a termék az mégiscsak képi formát ölt. Valahol úgy gondolom, hogy ennek a kép problémának, amely vissza-vissza a spektákulum problémájához is, tehát hogy a képzőművészek valójában mit is tesznek, valójában gazdasági, pénzügyi értelemben miben vesznek részt, ez ugye a Debord-i nézőpont, tehát azáltal, hogy képeket alkotnak, amelyeknek ára van, lásd akár Cindy Sherman, akár Jeff Wall árait, ezáltal részt vesznek abban a spektákulumban, amelyet úgymond egy valamire való kritikai képzőművészetnek le kellene bontania, vagy át kellene írnia, vagy legalábbis kritikusan kellene hozzá viszonyulnia. Úgy gondolom, hogy ennek a kép problémának, vagy ennek a képalkotási problémának az egyik első magyar országi megjelenítése az a Erhard Miklós és a Dominik Hiszlop saját szemmel projektje volt, ahol ugye eldobható fényképezőgépeket adtak hajléktalanok kezébe, hogy reprezentálják saját magukat. És ugye a kérdés az ez, tehát hogyha a Visual Culture Studies szempontjából tekintünk a képekre, akkor a szubjektum, a képeken ábrázolt szubjektumok szerepe, szerzősége mindig rendkívül kérdéses lesz. És hogyha azt gondolom, hogy ennek a rókafogta csuka helyzetnek, tehát hogy a képzőművészet médiumain belül miként lehet kritizálni a fennálló képalkotási és képfogyasztási rendszert, annak egy nagyon jó példája volt a Big Hope projektje. És akkor én itt befejezném. Jó?